hányadik alkalommal jön itt össze a Jó Nép szeptemberben Perbálon a Közösségi Házban? Egy ilyen rendezvény cunamira lehet ezt mondani, mert több minden van egy időben. Összeszervezzük a programokat, hogy mindenki megtalálja magának megfelelőt. Hogy hányadik, azt pontosan nem tudom megmondani. Ebben a formájában a hatodik, de előtte is több éven keresztül, csak más néven, más elnevezéssel, kicsit más összetétellel már voltak ilyen programok. Ez a mai, ez egy puzzle kiállítással kezdődik. A puzzle kiállításon a faluban a kicsik, a nagyok, a családok, az egyedülállók vesznek részt, akik szeretnék megmutatni, hogy mire képesek, és hogy miket csinálnak, és ha látják az egész picitől a több méteres nagyságúig történt meg ez a kiállítás. Jól tudom, polgármester úr, mintha azt említette volna, hogy eredetileg ez Pálinka fesztivál volt, csak aztán az asszonyok kiharcolták, hogy akkor a süteményeket is versenyeztessék. Ezt fordítva emlékszik a polgármester úr, lehet, hogy azért, mert férfi, mi meg én nők vagyunk. Először volt a sütemény, és aztán, hát mivel a sütemény jobban csúszik egy kis pálinkával, jöttek a férfiak. Sósütik vagy az édessütik vannak túlsúlyban az idei mustrán? Egyelőre az édessütemények, de meglepő módon muffin formájában érkeznek sósak is. Ugye a rendezvénynek teljesen az elején vagyunk, de fokozatosan adjuk hozzá a sütiket és pálinkákat. Kóstolunk, hogy a végére tényleg időbe tudjunk végezni, és le tudjuk szűrni a következtetéseket, illetve a legjobbnak ítélt, hogyha esetleg azonos pontszámban, akkor mindenképpen tudjunk választani. Ki alkalmas erre a feladatra? Milyen ízlelő bimbókkal vagy egyéb érzékszervi tulajdonságokkal kell rendelkeznie? Ráadásul a kettő azért más műfaj egy picit. Így van, én azt gondolom, hogy aki a süteményeket kóstolja, az ugyanúgy megkóstolja a pálinkákat is, kivéve aki nem kedveli, az mondjuk kihagyja, de a pálinkások ugyanúgy kóstolják a süteményeket, tehát egy kicsit azért kell szünetet tartani, meg természetesen azért a sorrendet, meg a szakmaiságot nem szabad elfelejteni. Én azt gondolom, hogy mindenki kóstolhat, aki alapvetően szereti, aki alapvető érzékszervi, ugye megvannak, ami kell ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy melyik a finomabb, mert ugye itt azért finomabbnál finomabb sütemények és pálinkák lesznek, és hát én úgy gondolom, hogy azért mindenki már tudja a saját magának kedvelt, illetve ami a legjobban hozzá illő, és ami ő számára a legkedveltebb, arra biztos, hogy a legmagasabb pontszámot adja. De én azt gondolom, hogy itt házi sütemények lesznek, és ugye házi pálinkák, tehát biztosan sok jó között kell majd választani. A sós és az édesütik külön versenyeznek, vagy egy kategória? Tehát úgy van, hogy sós is, tehát sós az édesütemények, és ugye a pálinkákot pedig nincsen különbség, tehát a pálinkák között is lesz egy rangsor. Mi van akkor, hogyha valaki a krémesütiket szereti, az például a pitéket kevésbé fogja értékelni, aki a csokit szereti, az a vaníliásra kevesebb pontot ad, tehát ennyi szubjektív hatás benne van? Persze ez mindig benne van, de én azt gondolom, hogy aki arra vállalkozik, hogy megméretteti magát ugyanúgy zsűritagként, és ő neki azért kell, hogyha nem is annyira kedveli, de azért annyit el tud dönteni, hogy melyik a finomabb. Önnek van-e kedvenc süteménye, és van-e kedvenc pálinkája? Mind a kettő van, de én azt gondolom, hogyha minél finomabbakat is, ugye én is találkozhatok olyanokkal, amit még alapvetően nem kóstoltam, és az íz kavalkál, tehát ahogyha minél több és minél tartósabb, ugyanúgy a pálinkánál, azt gondolom mindig az lesz a nyerő. Pálinka kóstolókkal beszéltem, ott azt hiszem, vagy tiszta vizet szoktak ízválasztónak, vagy esetleg valami zsömle, kenyér, kifli, csücske. Így van, ez el is mondta, hogy teljesen semleges, tehát mindenképpen víz kell, és még hogyha azt nézzük, hogy péksütemények között is alapvetően a teljesen semleges íz, tehát a natúrízvilág gúakat kell választani. Még egy kérdés, milyen típusú sütemények a slágerek idén, illetve miből főzték a legtöbb pálinkát, tehát szilva, alapú vagy vegyes pálinka? Így értem a kérdést. Hát azt gondolom, hogy az idén eléggé sok gyümölcs megsínlette ugye a nagyon-nagyon nagy szárazságot, ugye sok helyen nem tudtak öntözni, ezért sok helyen lepotyogtak a gyümölcsök, valószínűleg több lesz a vegyes, de ugye mindig a sláger, az mindig a barack és a szilva ez letekedik. Sütemények között meg szerintem a krém, tehát általában a krémesebb ízvilágú, tehát azok a krémesebb töltelékkel rendelkező sütemények az, ami azt gondolom, hogy kedveltebb. Bónusz kérdés, maga is süt süteményt vagy főz pálinkát? Én a pálinkákkal, tehát én most végeztem a pálinka mester, de egyébként borász vagyok. Ja, hát így mértem már, hogy miért jön a zsíri ellen. Így van. Süteményeket pedig természetesen három fiú gyermekem van, úgyhogy enélkül létezhetetlenek, főleg a hétvégék, a vasárnapok.